Gondoltam. Azt mondja, hogy egy nagy poén következik, mondja a szüntelenül beszélő barátnőm, Szegvári Katalin, és az a helyzet, hogy happy birthday-je van itt Pokorni Liának. Úgyhogy Isten éltesse. Köszönöm szépen. És mostantól kezdve a Katié a szó, mert van egy felépített eleje ennek az adásnak. Na csak az elejét. Hogy volt az HBO-n egy zseniális magyar sorozat, a társasjáték. Na most jó, itt van Pokorni Lia. Tényleg Istenem. Tessék. Tényleg. Van még egy kép. Annyira brutálisan csúnya voltál, hogy amikor először láttalak a sorozat, nem tudtam, hogy te vagy. Tényleg? Más is elájult tőle? Hát igen, és? igen. Bár volt olyan, amikor egy nagyon vicces volt, forgattunk egy irodaházban, az egyik szárnyában, és a másik szárnyban folyt az élet, és a mosdóban összefutottam egy hölgyel, éppen kezet mostunk, és rám nézett, hogy... Ugye ez nem igazi, és mondtam, mi? És anya, ez a nagyobb az, amikor baba, és nem nagyon aranyos. Jó volt ilyen brutálisan csonyának lenni? Én imádok. Én nagyon szeretek. Ez legyen neked vendéglátód a születésnapodon, a Szegvári. Ez a jó volt rondának lenni, megmutatom, hogy milyen voltál a kedvenc tévéműsoromban. Nem, nagyszerű, a szerep is nagyon jó volt, jaj, szóval nagyon jó. A partnered is nagyon jó volt. Nagyon. Az egész sorozat szerintem osztályon felüli volt. Nagyon. És nem zavart, hogy gyönyörű szép nőből ez a brutális csaj lett. Na, az orrom és a fogam is, tehát hogy ráadásul volt egy ilyen föltapasztható fog a felső fogsoromon, és... Olyanokat most hirdetnek az interneten, lehet, hogy veszek. Egyébként mindenkinek azt mondta, hogy egyszer ki kellene próbálni, hogy valamelyik testrészével, hogyha problémái vannak, tegyen rá valami olyat, ami... Én mindig azt gondoltam, nekem olyan nagy az orrom. És hogy így nem szabad oldalt állni. Most azok után, hogy forgatás estén leszették ezt a műorrot, mindig azt hiszem, olyan kis pisze, Istenem, de hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt mindenki. Tehát, hogyha nem tetszik valami, mint tegyek rá még egy pót, ezért, hát akkor én... Nem tudom, lehet-e kapni tokát, ilyen tokát, mert lehet, hogyha leveszem, akkor az eredeti tokámat keveselni fogom. Ezt majd ki fogom próbálni. Ez nagyon fontos tanítás itt a művésznőtől. Aki egyébként ma elmegy Székesfehérvárra játszani, beugrózni, vagy mi? Ez most munkatársas, improvizációs előadás, így van. A vállalatásos munkatársas, ők egy ilyen kis testvérpár előadás, Gönczi Dork és Varga Zsolt találmánya, elképesztő, érdekes és izgalmas, és nagyon szeretik a nézők. És nekem ugye? Az az érzésem, hogy te túlságosan megszeretted ezt az egészet, és hogyha az lenne az igényed, hogy te alakítsd a dolgokat, és abba szeretsz fellépni, amit te alakítasz. De ez mennyire? A beugrósdi, ez ilyen, nem? Hát de annyira ráéreztél. Úgy általában az életemben eljutottam addig a pontig, hogy így az elmúlt években rájöttem, nagyon elfáradtam abban, hogy úgy szolgálok. Amit én nagyon szeretek egyébként, vagy a szolgálat szót nagyon szeretem, csak amikor úgy kifogy az ember életkedve, vagy energiája, mert túlságosan elárulja magát, akkor úgy rájön, legalábbis én így vagyok ezzel, hogy akkor úgy rájöttem, hogy nekem valami olyasmit kell csinálni, amit tényleg én irányítok. Úgyhogy most egyre több önálló dolgot csinálok, saját előadásokat is, és új bemutatót is. És mivel igény van rá, tehát, hogy eladnak téged ilyen egyformájában, neked nem csak a reakcióid, hanem az egész életed sem szokványos, nem végeztél főiskolát, alternatív helyeken tanultál, stúdiókban, és aztán most végül is ugye a Centrál Színház az egy profi színház, de mindent kipróbálhattál, például régóta pályán lévő művészek nem mernek olyat vállalni, hogy egyedül kiálljanak egy színpadra, te azt is vállalod, szóval, mintha mindig keresnéd, hogy mi a legnehezebb, és akkor azt megvalósítod. De Centrálról leléptél nagyjából, nem? Centrálból, igen, most már több mint egy éve nem vagyok társulati tag, de úgy, hogy imádom, tehát ugyanúgy megyek oda, és ugyanúgy szeretem például Puskás Tamás, igaz. Igen, egyre kevesebbet, most már én ebben az évadban nem vállaltam úgy unblock 6 előadást, 6 bemutatót mindenféle színházakban, többek között a Centrálban is, mert egyszer csak azt éreztem, hogy
annyira szeretnék így saját úton tovább menni. Mert ez egy fokozatos érés volt, vagy egyszer valamitől berobbant? Fokozatos, amikor rájöttem, hogy én összetudok rakni előadást, és olyat, amilyet én szeretnék játszani, és úgy osztom be az időmet, hogy én szeretném. Ebből a fő motivum, de ilyen ínséges időkben mindenki a biztosat keresi, legyen fizetésem, legyen egy hely, ahol... Mi a biztos? Mindig itt vagyok, hogy mi a biztos? Hát például egy havi fizetés, az biztos. Jó, de hát az is meddig, tehát hogy ki tudja. Tehát én is úgy vagyok ezzel, hogy én most fölépítettem valamit, és hogyha meg nem, én pont azt mondtam valamelyik nap a barátnőmnek, hogy az élet annyira megtanított arra, hogy legyek rugalmas, hogyha arról lenne szó, hogy takarítanom kéne menni, akkor azt csinálnám. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy olyan időket élünk, amiben az embernek így nagyon ragaszkodnia kellene dolgokhoz. Közben meg úgy néz ki, mintha jól döntöttél volna, mert hogy van igény arra, amit te magadtól akarsz csinálni, nem? Igen. Tehát, hogy tele van a naptárad olyan mennyiségű föllépéssel, amennyit te szeretnél. Amennyit én szeretnék és bírok, igen. És csináltál most egy csomagot, hogy mikor nem játszom? Igen, pontosan így. Én ez előre fél évre, sőt már jövő augusztusig kihúztam a naptáramban a szabadidőket, hogy akkor én nem vállalok semmi. Hát és ez én soha... ez havi öt, egyben, havi öt. Igen. És aztán utána ilyen blokkokban egy-két heteket még, amikor ilyen nagy pihenések vannak. Én nagyon szeretek dolgozni, csak tényleg azt érzem, hogy az érzés, hogy ezt én osztom be, hogy mikor, ez nagyon jó. Ez nagyon. De ehhez kellett dolgozni, hogy idáig el tudjak jutni, ez tény. Amikor mondtam, hogy ilyen alternatív helyeken kezdtél, ez hihetetlen, hogy hova jutottál. Hát azért megvolt neked Csehov, Füst Milán, Dosztojevszki. Főiskolát végzett színésznőknek nem jut ennyi klasszikus, mint ami neked. Mit kellett ezért tenni? Csak jól játszani, vagy jelentkezni? Nem. De értem. Értem, hogy mire gondolsz. Hát mondjuk a Bárka Színház az referencia hely volt, onnan lehetett választani művészeket. Csak az egy rövid referencia hely volt, nem? A Pince Színházból is lehetett, de tárgyalnod kellett, volt, hogy te kértél valamit, hogy zajlott ez? És ez nagyon érdekes, vagy nagyon nagyképű, de tényleg igazából nekem soha nem kellett senkit felhívnom. Valahogy ilyen szájról szájra, meg kézről kézre terjedtem, adtak, nem tudom. Tehát, hogy valahogy mindig fölhívott valaki, de én hallottam rólad, és hogy megnéznélek ebben, és mindig valaki azzal hívott föl, hogy valaki mondta, hogy téged meg kéne nézni, és akkor rögtön kaptam valamilyen szerepet. Szóval egyfelől azt éreztem, hogy olyan árulás az élettől, hogy én gyerekkorom óta tudom, hogy színész vagyok, hogy miért nem vettek föl a színművészetet. Hányszor? Egyszer? Kétszer. És egyszer az első rosta, a harmadikig el se jutottam. És azóta tanároddal, aki nem vett föl, találkoztál esetleg? A Hegedűsdi Gézával találkoztam, ő föl akart venni, nagyon szer, első rostán nála voltam, és ő azóta is mondja, hogy én fölvettelek volna. De azt hiszem, hogy amikor már az Alföldi Robi, én nem is értem, a büfében, a Vixihezben, ahol állandóan lebzseltem, mert ott voltak a barátaim, és hogy én is színésznő szeretnék lenni, és egyszer meglátott, hogy te ki vagy, mit csinálsz, és akkor mondom, megyek felvételezni, adott egy monológot, nem vettek föl persze, aztán találkoztunk pár hónappal később, hogy na, mitől, nem vettek föl. Eltett egy kis idő, és kiborultál vagy? Nagyon, kataton állapotban feküdtem. Bőgés minden volt? Depresszió? Teljesen kétségbe estem. És amikor Robi egyszer csak hívott, hogy meghallgat engem, és akkor ezzel a monológgal, amit adott, dolgoztunk egy kicsit, és mondta, hogy jó, te játszod a Sirályban a Mását, amit így a mai napon elképzelhetetlennek tartok, hogy bejön egy fiatalember a büfébe, és én látom, hogy belőled színész lesz, és meghallgatlak. Te mondom, most kérdeztem tőle pár éve, hogy ez hogy? Mondta, hogy ebben láttam, hogy tehetséges. Mindegy, hát ez egészen megdöbbentő. És akkor volt, hogy Zsámbéki Gábor látta akkor a Sirályt, és akkor mondta, hogy ki ez a lány. Az a Bárkában volt, nem? Ez még a Súrban, a Budapesten. Igen. Aha.
És akkor mondta, ki ez a lány, és akkor mondta az Alföldi, hogy az, akit nem vettél fel. Akkor iszonyú hálás vagy ezek szerint az Alföldinek, nagyon, nem? Mert hát a nyakadnál nagyon, fogva nagyon behúzott a pályára, úgyhogy eléggé fent kezdett. Tehát, hogy nem kellett aprócska ajtónáló, vagy nem tudom én, szobalány. Miért nem próbálkoztál újra? Valaki negyedikre vettek föl, nem? De minek? De mert már ráadásul azt hiszem, hogy akkor a diplomával azért könnyebb, nem? Hát azt hinné az ember, aztán közben meg vannak olyan szakmák, ahol nem ez számít. Igen. És akkor már 25 voltam, tehát hogy már nem is nagyon tudtam volna felvételizni. Azt ma már ez a 25, ez azért nem olyan nagyon... Jó, de ahhoz, tehát, hogy a színművészetén azért mégis a fiatalokat veszik fel. Már nem emlékszem, hogy ott mi volt a korhatár őszintén. A beugró az nem csak közönségsiker volt, hanem gondolom egy nagy-nagy szakmai fejlődés egyik fontos stációja volt. Hát azért az, amit ti ott végigcsináltatok, az valami egészen, én le nem maradtam volna egyről sem, ahogy ti improvizáltatok, és az tényleg improvizáció. Igen. Ez így van. Hát ott is... A nézőknek mondjuk el, hogy adott egy témát, adtak, és akkor hárman voltatok, négyen, és a Novák Peti műsorvezető, igen, négy színész, és a Peti. Hát ez nagyon érdekes volt, mert nagyon sok ilyen véletlen vezeti az életem. Ott kapitány Iván felhívott, hogy indulna, illetve egy pilot, egy ilyen próbaadást szeretnének forgatni. Tévérendezőről beszélünk. Producer, igen. És most már producer. Igen, és operatőr is az Iván. És hogy van ez a műsor, amit ő így kitalált, és akkor kellene egy színésznő, akit ő szeretett volna, hogy mégsem vállalja, hogy eljönnék el, mert ugye a fénykezdem... Rudolf Péter volt az egyik. Igen, Kállai Molnár, Szabó Győző, ők hárman voltak a fiúk közül az alaptag. És akkor elmentem, jó, mondom, nézzük, mert a pszichosziászban a Bácska Julinál improvizáltam már egy kicsit, mondom, jó, megnézzük. De hát ez olyan nehéz volt, ez nem az, hogy szépen, finoman, ilyen pszichojeleneteket megcsinálunk, hanem hirtelen vártás, hogy most a Holdon vagyunk, most egy húsfeldolgozóban, most... És hogy Jézusom, hogy mondom, most már végigcsinálom velük, nem hagyom őket egyedül, másnap vagy két nap múlva volt ez a pilot felvétel, nem csináljuk. Játékszínben volt, emlékszem, és utána elmenekültem, hogy annyira kínos vagyok, hogy tömény szégyen voltam, hogy biztos mindenki látja, hogy milyen ciki, amit csinálok. És akkor pár hónappal később hívott fel a kapitány Iván, hogy ez a műsor akkor lesz a televízióban, és ő számít rám. A pilotot elfogadták, és... Egyébként a YouTube-on fönn vannak ezek a részek. Igen. Isten, egyik igen, jobb, mint a másik. És máskor is ilyen rossz, téves értékítéletet hozol magadról? Van előfordul ilyesmi? Igen. És annak aláértékeled magad? Vagy általában most alá. Felnőttél végre. Most már azért inkább azt mondom, hogy sikerült úgy kiegyenlíteni magammal a dolgokat. Már reális. De azért inkább kritikus vagyok magammal. És ennek a sorozatnak az egyik fő erénye az volt, hogy ízléses volt, és a mértéket ismeritek azt a fogalmat, igen, hogy a mérték, miközben hát itt egy pillanat alatt kell. Tehát ez vagy belülről jön, hogy valaki nem megy el a ripacséria végéig, hanem megtartottátok a mértéket, én ezért szerettem, mert hülyéskedni mindenki tud, hát persze. Igen. Nagyon röhögés vagy? Mert hogy itt ebben rengeteg kacaj volt. Szóval sajnos igen. Ott nagyon nehéz kibírni, mert amikor az ember egy tanult szöveget mondott, tudja, hogy mire számít, de itt, hogy néha hogy jutott az eszébe bármelyik kollégámnak épp az a mondat, De ezt nem lehetett kibírni, persze. És akkor viháncoltál, felszabadultál. Én ezt nagyon szerettem, tehát hogy ezekben ez volt a jó, igen, hogy nem tudom, hogy honnan jutott eszébe az a mondat. Néha még rendes előadásokon se tud ilyen összhang lenni, igen, három színész között, mint itt, ahol improvizáltam. Néha még rendes előadásokat is szétröhögsz, nem? Ott inkább úgy, hogyha valami nagyon váratlan történik, ami kizökkent bennünket, és az vicces, akkor ott nem bírom ki, persze. Én nagyon, nagyon, nagyon tudok... Készültél egy estre, igen, és meghalt a partnered váratlanul. Igen. Abból mi lett végül is abból az estből? Ugye
Füstmérgezésben, a babicsak, igen. Füstmérgezésben meghalt, és éppen a csúcson volt a produkció. Igen. Mi lett abból? 4 hónappal később folytattam. Hát az egy nagyon, nagyon, tehát igen, az egy nagyon-nagyon mély időszak volt, és amikor Bernát meghalt, én rögtön másnap azt éreztem, hogy azonnal folytatni akarom. Nyilván egy sokkos állapotba kerültem, valahogy olyan érzésem volt, hogyha most azonnal folytatom, olyan, mintha visszakapnánk őt, vagy ilyen, hogy akkor hogy, most az nem lehet, hogy az sincsen, hát az abban együtt léteztünk, abban tényleg valami olyan erővel volt a társam, és hát egy dalt is szerzett a Liaison számára, aminek azt a címet adta, hogy Aurélia, mert hogy ez a neve, és egyszerűen azt éreztem, hogy ezt nem hagyhatom. Aztán egyre nehezebb volt elképzelni, hogy ez nélküle. És hogyha nem Kéméndi Tamás... Heteket töltöttetek együtt, szóval ez nem csak egy ilyen kis próba folyamatocska volt. Igen, mi igazán nagyon jó barátok lettünk. Nem is gondoltam volna, tehát annyira máshonnan jöttünk, vagy annyira azt éreztem, hogy vele tényleg úgy meg kellett ismerkedni, nem az a magától értetődő barátság lett, viszont megdöbbentő volt, hogy mennyire mélyen kapcsolódtunk, és az 5 hónap, amíg mi a Liaison csináltuk, az egy nagyon-nagyon szoros barátsággá alakult. És aztán utána, amikor újra színpadra állítottuk, én tudtam, hogy ezt a dalt nagyon szeretném az előadásban, amit ő szerzett, csak mondom, hát a Tamás, a Kéméndi Tamásnak, hogy mondjam el, hogy a Bernát dalát játszd el? És Botos Éva barátnőm, kolléganőm, aki rendezte a Liaison-t, mondta, hogy figyelj, kéne egy szöveget írni, és az, hogy elénekled, a Tamás kísér, az más. És több szöveg is született, ami gyönyörű volt, csak azt éreztem, hogy nem Bernát, és végül is én írtam meg. Tényleg? Uh-huh. Igen, és most ez benne van az előadásban. Igen? Tehát az Aurélia darra megírtam a Bernát szöveget. És viszed magaddal a Bernátot. Magam, igen. De te szereted ezeket a magányos szerepeket, tehát láttalak a beszélő fejekben, hát igen. Hiába van abban négy színésznőve. De ott egyedül, mindenki egyedül monologizál, és hát voltam olyan előadáson, ahol az egyik színész úgy felejtette el a szöveget, ahogy nagy könyvbe ment, na nem te voltál, hogy nem fél, mert a színészek félnek ettől, az egyedül állok a színpadon, nincs mibe kapaszkodni, nincs végszó, te meg mintha kísértenéd a sorsot, hogy egyedül. Nagyon szeretem, ráadásul most írtam egy monodrámát, csak... Éreztem én, hogy végül aztán ez meglőtte, és az icike-picike megette, hogy végül az összeset megcsinálod, te megírtad már a darabot is megírtad. Megírtam. Most lett kész, és áprilisban szeretném bemutatni, és ez lesz a címe, hogy a majdnem tökéletes boldogság receptje. Ez nagyon jó. Igen? Igen. Én nem félek tőle, mert olyan érdekes, hogy nekem a nézők a partnereim, tehát én ott nem azt nézem, hogy egyedül vagyok, hanem azt, hogy együtt vagyunk, mint egy baráti társaságban, ahol én megosztom a saját történetemet. Közben pedig nyilván ott van az a felelősség, hogy tudom, hogy olyan dolgokról szeretnék mesélni, különösen így az elmúlt években nagyon fontosnak tartom, hogy olyan furcsán felborult a világunk, és senkinek nincs erre receptje, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nekem is csak az a receptem van, ami az enyém, és én arra gondoltam, hogy azt osztom meg, és a tapasztalataim szerint mindig bele lehet kapaszkodni abba, hogy te hogy csinálod, de jó. Én erre még nem találtam megoldást, kipróbálom, oké, és valami ilyesmit szeretnék ebben az előadásban. Improvizációt, interaktivitást. Igen. Tehát hogy találnak meg, akik meghívnak? Úgy, hogy az én csodás kolléganőm, Dorka, akit említettem már, mi együtt dolgozunk, tehát tényleg sülve-főve együtt vagyunk, és ő kvázi a szélszes is, tehát ő nagyon sok helyet megkeres, és nagyon sokat járunk vidékre, én imádok vidékre lemenni, a legkisebb helyekre is, mert én szeretem ezt az intimitást, hogy
hogy nem csak egy nagy színházban elvárnak a nézők egymástól, én utána szeretek ott maradni a nézőkkel. Arra nem gondoltál egyébként, hogy előbb-utóbb megint megáhítod azt, hogy rendes díszletben, rendes jelmezben, valaki más által kidolgozott. Ezt akartam én is kérdezni, darabban. Igen. Mert hogy ez szerintem ez fantasztikus, tehát hogy én értem, hogy te most itt lerúgtad magad az elmúlt 20 évet legalább, és csinálod azt, ami neked igen. jól esik. De nincs olyan érzésed, hogy egyszer csak megint magadra rántanád egy kőszínháznak az infrastruktúráját, és ott szeretnéd azt csinálni, amit te akarsz? Most egyelőre nehéz elképzelni. Igen? Igen. Sőt, egy kicsit azt érzem, hogy bizonyos szempontból távolodok is a színháztól. Valahogy sokkal jobban szeretek kis közösségekben dolgozni, ezért mondjuk a drámapedagógiát is annyira szeretem, vagy ezt is elkezdtem tanulni, és nagyon szeretek civil emberekkel dolgozni, színházon keresztül nyilván. Nem vagy ehhez elég túl jó színésznő, vagy nem tudom, hogy kereszt megkérdezni, hogy kisporoljad magadat ebből az egész vérkeringésből, és csináld azokat az egyébként interaktív és kultúraépítő mini vállalkozásaidat, vagy mikrovállalkozásaidat, amik lehet, hogy jól esnek, de azért te mégiscsak színésznő akartál lenni, nem? Igen. Aztán most keresem, hogy mi más még. Egyébként ez a kis közösség, az Anni Girardó, aki hát ugye egy világsztár volt, meg olyan rendezőkkel forgatott, mondjuk a magyar színésznő is közt az a különbség, hogy ő neki a bankszámláján ott volt, hogy mit gondolnak róla a rendezők, nálatok is ott van, csak észre kéne venni. Ő egy egész pici színházban, nem is színház volt az, egy ilyen klubszerűségben, nagyon sokat játszott, és ott hagyta a nagy színpadokat, és valaki megkérdezte tőle, hogy hát ez nem lecsúsz? Lecsúsz? Miről csúsztam le? Pontosan. Én ugyanaz vagyok. Hát pontosan. És imádta, hogy egy ilyen kis között, esténként látta, hogy 50 ember, mond, hogy 100, de nem, 100-an nem fél. Úgy látszik, van ilyen igény színésznőkben, igen. hogy ugye egyedül, kis közös, amit elmondtál, ezt mondtál az Anni Girardó is, igen. Hogy ez az intimitás, nekem egyre inkább ez jelenti. És azért még egy olyan nagy jelmezes főszerep. Most nem érzem az, hogy így fölcsillan rá a szemem. Tehát sokkal inkább azt érzem, hogy így ki a nézők közé és mesélni. Van olyan szerep, amit visszaadtál? Van, igen. Nem kell megnevezni, hogy kinek, meg mi, és igen. miért? Nem sokat, volt amelyiket azért, mert tehát, na, az egy felkérés volt, és elolvastam, és azt mondtam, hogy ezt köszönöm, nem. Játszódarabnál pedig volt egy fizikai oka is, így a térdem miatt nagyon sokáig nem tudtam mozogni, amit operáltak most fél éve. Másrészt pedig azt éreztem, hogy benne van 10 év, és most már érzem, hogy úgy elfáradtam benne. Tehát már nem tudok újat. Minden adni. Látszik rajta, csak hogy miben fáradtál el, hogy bármiben is vala elfáradtál, a speciálban látszik rajta. És hogy oda lökted az előbb, hogy 52 éves vagy, és az, nem nagyon érzékeljük. Te se érzékeled, nem? Én vagy egy tipikus 52 éves, szerintem. Ez nem, viszont én sokkal jobban szeretek így 50 fölöttinek lenni. Sokkal jobban. Ezt azért ne hangoztad, mert nem látszik. De illetve addig hangoztathatod, amíg látszik, hogy nem annyi vagy. Mert hogy az önrendelkezést élvezed nagyon, látom. A 20 éves gyerek az mi akar lenni? Zenész. Igen? Igen, ő a konzibban tanul basszusgitárt. Ja, hát akkor igen. Ezt komolyan van véve. Igen, igen, igen. Két színész gyereke, és zenész sápolni? Akar lenni. Legalább a persze, mert nem egy koncerten, persze. Élvezed, igen. amit ő csinál? Nagyon, tetszik neked? Nagyon tehetségesnek tartom, igen. És nem volt olyan érzésed, hogy valami biztonságos pálya, végig tanult 5 év, sosem nyomogattad ebbe az irányba? Nem, mert én magam sem így választottam. Tehát, és egész jól megvagy. Hát megvagyok, igen, és úgy voltam, hogy csinálj azt, amit szeret. Hát azt nem lehet elvenni, mert úgysem tudna abban olyat alkotni, vagy olyat tenni, vagy letenni az asztalra, amit nem szeret. Tehát az, hogy végig kilúdja az életét, és elárulja magát, annak semmi értelme.
Nekem nagyon imponál, megmondom őszintén, hogy, hogy te ennyire állsz a saját lábadon, és irányítod a saját életedet, mert mindig a színésznőkkel, akiket itt vendégül látunk, örökké az az érzésem, hogy, hogy miért nem csap az asztalra, miért nem kérdezi meg, és szegényeket ilyen baromságokkal szoktam gyűjtölni. És nem jutott eszedbe, hogy fölhívd a rendezőt, és megkérdezd, hogy nem lehetne? És akkor mindegyik kitanít, hogy hát ez annyira nem úgy megy. Na most nem. Nálad ilyen érzésem egy másodpercig se volt. Nem. Én, ez is egy érdekes fejlődés volt, amíg eljutottam odáig, de hát ezt meg lehet csinálni. Tehát, hogy nem kell, szóval nem lehet hajlítani a dolgokat úgy, hogy azok olyanok legyenek, amilyenek én akarom, viszont azt meg tudom tenni, hogy én megteremtem azokat a lehetőségeket, ami nekem jó. És akkor dönthetek, hogy vagy benne maradok olyan helyzetekben, amiben mondjuk más dönti el az, hogy én mikor járjak be dolgozni, és én általában igent mondtam mindenre, szóval tényleg legyen az egy riport, vagy közönség találkozat. Hát hiszen menetelünk az előre, kijelölt úton, mert valamit el akarunk kérni. Igen, csak amikor tudom, hogy egy csomó minden ezek közül inkább a megfelelés, vagy a saját magam kizsigerelése, az már nem jó, mert én nem biztos, hogy feltételt tudok adni, amikor már nekem nincs energiám. És így, ezen az úton, amit most kialakítottam, és ebből még bármi lehet, és nem azt mondom, hogy az egy végleges, és lehet, hogy 5 év múlva itt ülök, hogy jó, képzeljétek el, hogy most már tényleg fölvettem újra a királylány ruhát, és akkor pörgök-forgok a színpadon. De akkor te akartad. Akkor én akartam. Bátor vagy vakmerő? Bátor. Bátor. Tehát azért mérlegelsz? Igen. Mert a vakmerő nem mérlegel. Nem vagyok vak, egyáltalán. Szerintem proaktivitás nyugodtan taníthatnál. Ha lenne hely, ahol ezt igénylik. És most vicc nélkül azt gondolom, hogy ezt a felfogást, amit te itt magadon kidolgoztál, mert nyilván te se így születtél rögtön, hogy ezt érdemes lenne a sorstársnőidnek, a színésznőknek tanítani. Valahogy a pasiknál ez automatikusabb, és nem távol áll tőlem mindenfajta feminista gesztus, de hogy, bocsánat a feministáktól, de hogy annyira normálisan ki tudsz állni magadért, meg az úgy belőtted, hogy mit szeretnél csinálni, hogy ettől nekem földig esett le az állam, mert csupa az ellenkezőjével találkoztam, és a 40 évestől 55-ig a színésznők mind azt mondják, hogy és akkor ez az a nehéz korszak, amikor nem lehet szerepet kapni, és nem tudom micsoda, mert nincsenek szerepek, mert jó öreg szerepek vannak, meg jó fiatal szerepek vannak, és te meg itt állsz, és nem tudod, hogy hova menjél, melyik nap, mert hol Londonban vagy, hol Székesfehérváron. Igen. És ez nagyon jó dolog. Igen, mert ez szerintem dönthet az ember, de az élet bármelyik területén, akár magánéletben, akár a munkában, hogy áldozat leszek, vagy egyszerűen én irányítom azt, amit lehet. Nyilván egy csomó területét az életnek nem tudjuk irányítani, mert adott. Voltál áldozat? Persze. Nagyon sokat, nagyon sokszor. Színházban vagy magánéletben? Hát főleg munka. És egyszer csak rájöttem, hogy az senkinek nem. És mindig azt néztem, hogy mennyivel jobban becsülik azokat az embereket, akik azt mondják, hogy nem, én ekkor és ennyiért és úgy. És én meg mindig loholtam, és mindig, de én a közösség, a társulat, a színháza, nem tudom, nincs. Érdekes, hogy egyáltalán nem becsülik annyira azt, aki áldozatnak kezeli magát, mert áldozatnak fogják kezelni, erről senki más nem tehet, csak én tehettem akkor. Szabó mindjárt, Péter nevezett Pokornilia születésnapos színésznő. Mindjárt lejár az időn, de azt nem úszod meg, szerintem neked is jó, ha elmondod, hogy hol, mikor láthat a közönség. Na hát ez most. Most tudom, hogy Székesfehérváron, szombaton, Londonban, de hogy megmondom őszintén, hogy van egy hivatalos Facebook oldalom, hogy gyönyörűen minden egymás után le van. Az Excel táblát nem hozta magával a művésznő a stúdióasztalra. Az biztos, hogy az új bemutatómat április 12-én szeretném majd. Az már az önmagad által írott? Igen.
Jó, igen. És az hol lesz? A MOM-ban tervezzük. A MOM kultiban. Ott leszünk. Jaj, de jó! Ha élünk még, akkor jövünk. Azért nekünk is jó foglalkozásunk van, hogy milyen hivatásos rajongók vagyunk, azt hívjuk meg, aki rajongunk, és aztán... És aztán rávárjuk magunkat. Soha el nem múló rajongás. Soha el nem múló, az egy kis túlzás volt, de minden esetre... Boldog szülinapot, Kornélia! Köszönjük, hogy ide jövő héten tudod, mi lesz? Mert te mindig hát, mindent tudsz. Trokán Péter jön Fehérvárról, egyenesen Fehérvárról. Az egyik megy Fehérvárra, a másik Fehérvárra. Hát akkor is nézzenek Égbüfét. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra. Köszönöm. Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.